Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok, ez pedig a Dead in Vinland folytatása. Kísérletet teszünk a kötélgyártás szépségeire. Lesz 30 kötelünk és kész. Több nem. Ne vigyél. Föl kell tenni a kérdést, hogy akarunk-e várni. Wow, lehetne szép nagy devágásokat rendezni. Hogyan szaporodnak maguktól? Na mindegy. Te viszont mehetsz pihizni. Nincs értelme várni vele. Kapálsz, azon nincs mit tenni. Tyű, herbalistát teljesen kifogyasztottuk. Egy ideig úgy érzem, ezt várok, hagyni kell. Akkor is, ha nincs mit. Nincs mivel megoldani. Ej. Felderítő, az tiszta sor. És hogy te mit akarsz? Gyümi. Gyümizel, az tiszta. Rendben, és a bariknak készítünk kaját. Na, még egy szintlépés is befutott. 91 néhány százalék. Gyerünk, hát na, nehogy már. Alig kellett volna hozzátenni valakinek. 10 gyümi. Oké. Kis kalapálás. No, lesz harc. Felderítés sikeres. Jó, amíg fát igényelsz, csak addig lehet. Azzal nem izgatsz. Hemp patch.
Egy kis extra harvesting. Te vagy a frissebb, és majdnem ugyanolyan jól tudsz. Crafting. Persze, hogy nem sikerül. Allergia. Mindegy, behozod a következő adagot. Extra magokat lehetett volna szerezni ezek szerint. Examine soil. Na, kertészünk tud valami hasznosat csinálni. Persze, hogy nincs meg. Ó, csontok. Szintlépés. Magok. Na hát akkor gyűjtsünk még egy adagot, ha más nincs. Majdnem. Nem volt a legnagyobb menet. Azt mondta, hogy jöjjünk vissza másnap, vagy valami ilyesmi, ugye? Ezek szerint kell egy tej. No, van pár szent lépésünk. Plusz két health. Hát plusz két health, az nagyon hasznos. Mint első számú harcosunk. Sickness. Ne legyél beteg eleve, és akkor nem kell a sickness gyorsabban csökkenteni. Kari mindjárt szintet lép szintén, ami nem egy rossz dolog. Ki beteg? Ki nem beteg, inkább így mondanám. Fókusz nélkül. És akkor 8-15 mind a kettőből, az mind a kettő majdnem elég. Remek. Befejezi a krampácsot.
De valóban 96%-ról be tudja fejezni, és akkor a Sheltert azt meg szintén talán be tudjuk fejezni, és holnap plusz két ember tudunk hozni. Jipi! Na, meg lettek nyírva. Csak azt kéne kitalálni, hogy hol tudok valami hasznosat csinálni abból a rengeteg birkaanyagból. Röpöpömpömp. Ez egyik rosszabb, mint a másik. Úgyhogy inkább menjél a pihenni. Még azzal is ilyen őrűbb vagyunk. Még azzal is előrébb vagyunk. Vagyis... Kari, maradjon felderítésen, maradjon. Befejezi? Yeah! Nyilván most nem veszük föl éjszaka a két embert, annak érdekében, hogy egybe letessük is őket, meg fáradjanak, meg mi egyebezzenek. Van 30 kötelünk. Ellenben holnap reggel felszedünk két embert, hogy tudjanak dolgozni majd a kényszerkötél termelésbe, nem tudom hogyan. És harc. No de van egy új 18 HP-s harcosunk. És egyszer normálisan álltak föl. Hihetetlen. Így kétszer tudunk csapni. Próbáljuk kiszedni az ijeszt. Hát ez elég homály volt. Kari. Ez most mi volt? Ennél szarabb támadást nem tudtál volna produkálni, Kari. Egy csop. Opportunistik. Buffolja magát. Fókusz. Ahogy érzed. Visszafogott, de hát ez van. Na, mondjuk egy barátságos krit. Most már valahol állunk. Ijászunk megelőzte valahogy.
karit. Jó, hát a kettest ezt kiütjük, azt megéri. Azon nincs mit cifrázni. És ha nem teljesen homály lett volna az előző köre az íjász ellen, akkor valószínűleg azt is megfogjuk. Hát, ha úgy érzed. Au. Milyen buffja van? Tudsz egy DR. Mondjuk az annyira nem vészes. Attól még mindig ki lehet ütni. A misszel nem. Ja, hát ha két miszt dobunk rá, az nem oké. Ez is egy megoldás. Úgy látom, itt sima ügy lesz a győzelmünk. Mondjuk a jó felállásból ez már következett. Kari nincs elől, és a összesen mennyi? 15 HP-t lehet beléjük venni, anélkül, hogy fájna maradandóan. Kari még megelőzi. Akkor csak találunk egyszer. Na, egy napi birka kaja. Többek közt. Na, hát ha tudnám, hogy melyik shimmer mit jelent. Ha. Ötletem sincs. Szedjünk sót. Na, 70%-ra sima bukta, kérdés nélkül. No, mint lágy 10 só begyűjtve. Sau. Hát, továbbra is te vagy az egyetlen, aki ebben kicsit is jó vagy. Na, egyszer össze tudtad hozni kettőből. Shimmer. Intelligencia. Azt mondja. Jó, 75%-ra ismét bukunk. Az nem egy jó ötlet. Ezek szerint kipróbálhatjuk a többi ökörséget is.
70-80%-ra bukunk. Na. Életükben először mosolygott, azt hiszem. Miért érzem úgy, hogy mondjuk rád fér? Hát szó-szó. Biztosan ennél hasznosabban is fel lehetett volna ezt használni. De miért ezt toltuk. Pömp. Az mindenképpen hasznos lesz a hatékonyabb sajtkészítés, ha valakinek el lesz rá módja. No, hát lássuk a holnapot. Nem? Még tüzet begyújtjuk, hogy biztosan ne aludjon ki, bár 60%-nál valószínűleg nem aludt volna ki. Hol kezdem? Az elején. Itt térítés a legjobb formájában. Szerintem az, hogy mindenki fél hulla, az nem tesz jót. Na, egész olcsón megúsztuk. Dupla. Úgy hát, ha megúszta maradékot.
Maradt egyes. Ami nem túl egészséges. Tö-tö-tö. Itt egy 18, 17, 16. Többiek meg gyümíznek. Van, aki hármat is bettol. Kis depresszió, mert már hiányzott valami. Hőismérgezés 2. Mindenki mérgezett. Csapatunkban. Yikes, két hús is buktunk. No. Most megyünk összeszedni a párt. No, összeszedtük a két népet. Vegyes képességek, cooking, harvesting, gardening, hát ez mondjuk nem a legerősebb karakter. Halászat, azzal legalább valahova jutunk. Harcolni biztos nem fogjuk. Lassabb sickness bevétel, az biztos jó. Milyen képességeik vannak? Gyorsabban szed XP-t és a cookingra, és egy kicsit kevesebbet eszik, magasabban magától gyűjti, nem felderít, fatigod, szedi, plusz a stealth XP katasztrófa, és nem harcol. Jó, nem harcos, úgyse ez a kérdés. Mondjuk 15 HP-ja van, az azért nem egy kevés mutatvány. Van benne anyag, hogy úgy mondjam. Lassabban gyűjti a fatigot, az hasznos. General 25% XP. Crafting plusz 10. Ezzel elérte a 10-et, wow. Az durva. Azt hittem, hogy egy hasznos elem lesz, de nem. Yikes.
Huntingot nem érdemes. Scavenging 10, az mondjuk jól hangzik. Nem egy erős kombó, de valahova jut vele. Forestry 10. No, hát innen menj enge, de ez van. Lássuk, 16 HP, 4 akció. Az akciója az, ami kemény. Mondjuk nagy sebzései vannak. De a mínusz egy akciópont az... az gyakorlatilag harcképtelenné teszi, mindegy. Úgyse ő lesz a harcosunk. Tö-tö-tö, healingre nem érdemes. De ő viszont mining, forestry. Crafting. Na, crafting, ő lesz a crafterünk. Koncentráció bónusz. Harvesting XP, mert a többi az mind mínuszos. Halász, túlélő, general. Két general 25%-ot is tartalmaz. Az mondjuk jó, mert akkor a másodikat esetleg be tudjuk húzni. Cooking az nem nagyon. Jó, kevésebb éhség. Abból mindig jól lehet kijönni, plusz 10 erő, azon nincs mit magyarázni. Tisztázalék kurics. Ó, majdnem maximum van. Bátorsága. És még egy 25%-os XP. Na, hát ő gyorsabban fog tanulni. Reméljük legalábbis. Viszont ő a crafter ezek szerint. Egy egész jó crafter. Jobb, mint a többi. Általános gyógyítás. Van kis barink. Young sheep. Viszont tejet szerezünk, szerezhetünk, az jó, az mindig hasznos. Tehát pontosan mi a feltétel? Ah, nem láttam. No, tehát... egészséges felnőttek... tudnak szaporodni. Jó, ez magyar... az ott... krampácsol. Ez most, ez nem érdekes. Víz. Majd valakinek kell vizet szereznie. Úgyhogy azt te leszel, amíg jobban nem, jobb nem lesz erre a feladatra. No, azt hiszem, amit tudtunk, kiosztottunk. Nem, Kari menjen vadászni, mert egy adag kajára szükségem lesz. Te meg menj ide. Jó,
ezt simán rendbe rakjuk. Taverna. Kötél. És fölöslegesen nem kívánok pazarolni kötelet. Ezt nagyon rendbe kéne már tenni. De nincs miből, hát kötél. Egyébként nem állunk vészesen a hempre, csak egy kicsit. Na hát meglátjuk, hogy mi lesz. Ez kicsit hosszú nap lesz, úgy érzem. Szerez némi vizet. Mindegy, pihenj, semmibe nem kerül. Lehetett volna jobb pihenőhelyen is, mert hogy itt gyűjt gyümit vagy valami. Vagy fát vághatott volna, vagy akármi. Ó, masszív, 21 néhány tej. No, hát lássuk a problémát. Loki fényes hátsója. Jaj, rendes. Hát lássuk. Kő, vagy 20 vas, hát kemény, de az egy bányászható mennyiség. Az egyetlen gond, hogy a hős bányászunk akkor muszáj, hogy dolgozzon. 10-valahány próbánk van, simán meg lehet. Ha nem jön ki valami nagyon gyanús probléma. Viszont, mivel csak részét adtuk oda, így mindjárt javíthatunk a táborunkon, kötélezett szerint egy fokot. Erik, vagy Erik, vagy kicsoda. Menj egy jó favágásra. Dolgozza a sajtokon. Negyvenhetes.
Jó, akkor inkább menj és gyűjtsél gyümiket, ahhoz értesz. Mondjuk 6-9 hús, így ingyen és azonnal. Az lesz. Most nincs több helyünk. Friss bariból lett pótbari. És akkor van rengeteg húsunk a húsos receptekhez. Nem fogok kockáztatni olyan helyzetet, ahol kisüthet a fa, a tűz. Jó, délután majd vizezünk. Viszont... Kari mehet egy felderítésre, azzal nincs baj. És Moira. Moira mit csináljon, című kérdés. Van ugyanolyan minőségi crafter, de Moira sokkal jobb gyümölcsvadász. Van elég hempünk, így állj neki a kötélnek, mert abból fogyóba vagyunk. És ha lesz 10 kötél, akkor befejezhetjük az utolsó épületet majd. Nagyjából ez jónak tűnik. Ne feledjük, embert is kell letetni, plusz 2 ember, tehát összesen 8-at. Úgyhogy sokkal több kajára lesz szükségünk majd. Meg ami nagyobb baj, több vízre. No, 33-ból megoldotta a tüzet. Az jó hír. Két egész hemp. Hát ez... Maradjunk annyiba, hogy nem érte meg ez a gyűjtögetés. Két kő, meg egy vas. Hát remélem nem kell majd fókuszba mennünk. Vasra, és akkor rengeteg extra követ összeszedünk menet közben. Jó, hát ezúttal vasas dolgokat nem nagyon tudunk szedni, de nem is probléma. Arc az tiszta ügy. Wow! Van bennetek anyag. Jó, hát Karinak muszáj visszavonulnia. Így se jó, nem hogy úgy. Az a baj, hogy mindegyikben nagyon lassú a másik maradék. És jellemzően ilyen hülye opcióban oszlanak el. Jó, hogy ezt csak háttérből tudnád, igen.
lehetett volna jobb. Mindegy, egyet elrak. Large swing, igen. Ez nem volt fincsi. Hát ez nem lesz sértetlen, úgy érzem ez a meccs. Az ő mozgása sajnos nem ingyenes. Na, eddig jó. Jó, hát kiütjük akkor is, ha Kari jó eséllyel utána egy előző csapással oldotta volna. Wow, egy 10-es crit. Lássuk, egy szerencsés pofon még kiüti egyből, igen. No. 3-as pofon, ez van, nem húztuk meg. Sajnos nem Eriket támadta. Pedig az lett volna az igazán fincsi, ha ezt most ki hozzuk sértetlenre. De mondjuk az elképesztő mázli lett volna a nyitó pofon dupla sérülése után, vagy az a large swing a Berserkertől az elején. Na hát... Eddig jó. Eddig jó. És tökéletes, helyes. Kis sérülés belefér. Ennél rosszabbul is járhattunk volna. Felderítés nem volt sikeres. Többi meghaladta maga ilyen-olyan útján. Víz. No. Tűz maxon, víz maxon. De majd meg kell csinálni azokat az extra táborhelyeket. Erik, Knut, Knut, Erik. Erik, a megfigyelőkészsége fenomenális. Mi tippelte arra, hogy ő is északi? A hasonlóan tuskó viselkedés, vagy a arcberendezés? Nyitásnak szereti. No, lássuk. Caf. Knut ismerkedik Angelicóval grafika alapján. Erik pedig begyűjtötte a nőket. Hmm.
Na, mindenki megoldotta a szomjúsági problémáját. Hogy állunk? Ott van egy 19. Van egy, főleg, hogy ő hozza a kaját, ez teljesen tiszta. Tö-tö-tö, 13, az meg tényleg olyan, hogy nem nagyon érdemes rátolni. 6, gyakorlatilag van egy teljes... ezt át kellett volna konvertálni, meg elvinni a zöld. Egy mi az kék nőnek, na mindegy, majd legközelebb. Remélem a tej nem nagyon punyad meg. Depresszió is picit csökken. Egész jól állunk egyébként. Na, csak egy tejet vesztettünk, az belefér. Ellenben két jó kaját. Ha. Na, sima nap. Folytatjuk legközelebb.